hogy bezárt a bánya, ahol addig melóztam a szállóra, sem mehetek vissza, mióta Mari velem van. Egy ürge azt mondta, embereket keres, egy rönsörömre segítek, talán szerezhetek egy furgalon is, amivel majd Marival élhetek. Csak álom, meg messze a telepés, senki sem vinne el. Meg hát a meló legalább félhetes, meg biztos nincs is meg. A hivatal szerint nem jár a segély, megmutatták kiállatot. A bátyám meghalt, pár éve már, senki sem fordulhatott. A nyáron nem volt rossz a híd alatt, ennyi való is akadt. Ideje szerezzem Marinak egy kabátot, mert már elég hideg van. Egész jól nyomtam a harmonikát, és pénzt is kerestem. Pár hónapja nem tudom, hogy de rendesen besekkeltem. Ezek a személy marketolók, elvitték mindenem. Harmonika meg pénzbe kerül, de az nincs összesen. Már a bánya bezárt, azért meg jár erre egy-két teher maradt. Egyedül lennék, belevágnék, de Mari most nem utazhat. Bánya hasa, szontja terhes, hát bár majd kiderül. A szívem mélyén tudom, hogy kis fiú, remélem nem rámult. Az ügyintéző nevetve közli, a papírjaim elvesztek. Megölném, de elmegy a kedvem, és nem állok már sorba sem. Visszamegyek a híd alá, már hazudni sincs erő. Elmondom az igazat, remélem nem borul ki a nő. És a mennybe szállt a kisfiammal a hasába. Kivittem a testét,